Nagy szeretettel köszöntjük a Törzsasztal nézőit. Ismét itt vagyunk a Fehértói Halászcsárda és Panzió konyhájában Ferenczi Dezső kollégámmal, és szeretnénk a kedves nézőknek egy nagyon finom ételt bemutatni, amit nem is rendelésre, nem is az étlapról, hanem egy-egy ilyen catering, ez egy szakmai szó, tehát ilyen kitelepülésre ajánljuk a vendégeinknek. A mai alkalommal egy csirkemell filét fogunk készíteni, aszaltszilvás roquefort töltelékkel és egy reszelt almás burgonya pürével fogunk készíteni. A hozzávalók ugye aszaltszilva, roquefort sajt, amit összetörünk egy kicsit, az aszaltszilvát kis darabokra, kockára vágjuk. A filét, a csirkemell filét, ugye én a csirkét közben kifiléztem, melleire szedtem. A csontját, a száncsontot és a bőrét rajta hagytam. A csirkemell filét, ezt megfordítom, és lehet a bőre alá is tölteni, de én javaslom, hogy inkább a húsán vágjunk egy nyílást, egy mélyebb nyílást, azt betöltjük. És aztán egy előmelegített serpenyőbe. Egy pici só. Igen. Mehet. Mehet, mindkét oldalát megsózzuk. Frissen őrölt borsa. És a bőrével lefelé először belehelyezzük a serpenyőbe. Néhány perc elősütést igényel, és akkor ezt a sütőbe betesszük 25 percre egy 150 fokos hőmérsékletre. Kiváló, Séf úr parancsol. Közben a burgonya püréhez föltettük a burgonyát födni ennyi sós vízbe. Az almát én közben meghámozom. Íme, kedves nézőink, a burgonya leszűrve. Egy darabka vajat. Vajacskát teszünk bele. Egy kis tejszín. Burgonya pürét természetesen tesszük szerint mindenki olyan állagúra készíti, amilyenre akarja. Tejföl, tejszín, vaj hozzáadásával javíthatjuk az állagát. És ha ez megvan, akkor a reszelt almát azt egyszerűen csak hozzá. A reszelt alma is ugyanígy tetszés szerinti mennyiség. Tetszés szerinti mennyiség. Jó bőven. Habverő segítségével ezt összekeverjük. Köszönöm szépen. El is készült. Mint látjuk, megsült a csirkénk. És rendhagyó módon, nem egy lapos tányérra, egy hanem szép méhtányérra tálaljuk, így van. Egyszerűen fogjuk a burgonyapürét középre, csirkét kivesszük. Lehet nagyobb szeleteket is készíteni, vagy fölszeletelni, de én úgy gondolom, hogy ez bőven elegendő. Így szépen tetejére ráhelyezzük. Ezt így félretesszük, addig még készítem neki hozzá a dekorációt. Egy kis rozmaring levelet szórunk bele. Mert hát ugye a saját anyagával díszítjük. Természetesen. Egy almacikket csinálunk hozzá. Nagyon fontos dolog, hogy az almát mindig úgy kell megvágni, hogy gyorsan a fogyasztásra kerüljön, tehát ugye bebarnul, tehát csak közvetlen a tálalás előtt. Ennyi. Úgy gondolom, ez az étel igazán többet nem kíván. Egy kis pecsenyelével, vagy egy kis szavtal, ha kéznél van valamilyen mártás, meg lehet locsolni, vagy egyszerűen csak egy kis fűszervajjal, és kész van a roquefortos aszaltszilvával töltött csirkemellfilénk almás burgonyapürével. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Természetesen ezt a nagyon finom ételt rendezvényekre ajánljuk, cateringre, kitelepülésekre, nagy mennyiségbe tudjuk elkészíteni, és nagyon finom, mindenképpen egy divatos, kellemes, jó ízű étel. Jó étvágyat kívánunk hozzá! Jó étvágyat kívánok!